A körülbelül 15 percig tartó árverésen az MK csoport és a Matijevics vállalat vett részt. Jován Purár, az MK csoport igazgatója elégedett a vételárral, és közölte, hogy komoly terveik vannak az óbecsei céggel, melyek értelmében az alkalmazottakról is gondoskodnak. Az árverést megelőzően elvégeztünk néhány elemzést, de mindenki tudja, hogy a jelentős felmérések csak akkor végezhetőek el, ha bekerülünk a cégbe, és a pozitív, valamint a negatív tényezőket is meg tudjuk vizsgálni. A csődhelyzet miatt minden dolgozónak megszűnik a munkaviszonya. Egyelőre meghatározott számú alkalmazottat veszünk fel, de ez a szám minden bizonnyal növekszik majd attól függően, hogy a vállalat mely részlegét bővítjük. Az árverésen Vuk Radojevic óbecsei polgármester is jelen volt, aki az árverést megelőzően naponta tárgyalt a kormánnyal. A kombinát az utóbbi években 4800 hektárnyi állami földet művelt, azonban idén a törvény értelmében 8500 hektárt használhat. Bízom benne, hogy az új tulajdonos felismeri mindazt, amit az ország és a község megtett, és minél több munkahelyet megtart majd. Az óbecsei kombinát eladását 42 millió 700 ezer eurós kezdőáron november közepén hirdették meg. A vagyonát akkor 85,5 millió euróra becsülték.